Több bomba és a már meglévő közműhálózat is nehezítette Öreghegy Szennyvíz csatorna hálózatának kiépülését az elmúlt másfél évben. A csatorna hálózat Székesfehérváron ebben a városrészben volt a leghiányosabb. Mostanra azonban fontos fejlesztés valósult meg. Délelőtt megtörtént az Öreghegyi szennyvízcsatorna hálózat műszaki átadása. Az itt élők a kiértesítéseket követően megkezdhetik a rákötéseket. Következő napokban kapnak tőlünk egy értesítő levelet, amiben bejelentjük, hogy a ingatlan előtt a csatorna hálózat üzembe helyeződött, és kezdeményezheti a rákötést a Fehérvíz ZRT-nél, és hát reméljük egyre többen fognak vele élni. Az átadást az iskolai tanév megkezdése előtt akarták elvégezni, hogy az utóbbi időben az Öreghegyen zajló munkák már ne nehezítsék tovább a közlekedést. Több helyen így például a Zsolnai úton is nem csak a csatorna hálózatot fektették le, hanem megújították az egész útpályát. Ezt azonban nem a szennyvíz projektből finanszírozták, hanem önkormányzati beruházás segítségével valósulhatott meg. De ilyen teljes útburkolati helyreállítás történt egyebek mellett a Fiskális, a Nagyszombat és a Béla úton is, melyeket szintén a Fehérvári önkormányzat finanszírozott pátkát, seregélyest és pákozdot is érintő szennyvízcsatorna hálózat bővítés egyébként jelenleg 95%-ban kész. A munkák pedig jól haladnak, így október végéig szinte biztos, hogy mindenhol megtörténnek majd a műszaki átadások.